Sebők Dávid közben kisütötte a kenyereket, egy részét, és azért hagytál is nekünk, hogy gyurmászhassunk. Igen. De csináltam egy pár baget, mondjuk, ez egy kis bull, mondják, és tudok mutatni gyorsan, hogy csináljuk egy bagettet, mondjuk. Jó. Nagyon egyszerű, most persze, hogy sokat csináltam, sokat gyakoroltam. De amúgy egyszerű, igen. Egyszerű, mondjuk utána. Nem is annak tűnik. Ezért Emilio-szor csináltam. Ez nagyon szép buborék van a tésztában, ettől van a kovász. Igen. Amit mondtam, ez volt a titka, hogy kovász, mindenkinek más. Kovász, buborékos, más gyerek. Akkor jó. Igen. Van egy másik titkám, hogy igazi saját gyerekeim van, három gyerek, és nem minden nap kapnak ennivaló, és nagyon egészséges. Nem muszáj a kovász állni minden nap. Csak javasolni tudod, nem? De mondom, ez egy másik titka szülőknek, hogy nem muszáj minden nap, és nagyon egészséges. Na, akkor így csináljuk. Ups, okay. Behajtogatjuk, tehát igen. Feltekered, mintha... Tulajdonképpen. Kicsi lisztet. És a liszt, ami Natinak is a kenyér alján maradt. Igen, fehérport. Igen. És ha bagettet akarsz csinálni, akkor így kell, hogy hosszú legyen. És akkor a végek így. Kicsit és akkor ilyen a bagett. Ja, igen, mert ettől lesz ilyen csavart a vége. Igen, és utána valami édes kés. Igen. Így kell, hogy vágni. És akkor ilyen szépen, mikor sült a sütőben, mint itt. Akkor nyílt, és akkor szépen... Jó, azt ne tedd vissza. Nem, majd fogunk meg kóstolni. Meg lehet kóstolni esetleg, igen, mert azt nézők ugye nem tudják, de elképesztően finom illatok szállnak. Lehet, vágunk, és akkor hogy sültek ezek jó. A... Jó határozottan. Igen. Tessék. Céklás bagett, na még céklás. Ilyen sem. Na kérlek, köszönjük. Gyorsan vegyél el egy... Hát lássuk. Igen, a belsője. Még meleg, csak óvatosan. Én ugye mondjuk azt, hogy kisvárosban nőttem fel, tehát hogy nem azt a hagyományos kenyeret, de a kenyérgyári kenyeret, azt egy kilószámra ettük, mikor már. Igen, ezért kezdtem csinálni az ételemben a kenyér, mert valamilyen más, különleges kenyér, amit kóstolnak az emberek az ételemben, és hát ez nagyon fontos a kenyér. Ez nagyon finom lett. Elképesztően finom. Igen, mert én is, mikor nyitottuk az ételem, csak kilós kenyér volt a városban, és valami más akartam, szóval... Ez igen. Sikerült. Igen. Köszönjük ez szépen. Ez abszolút sikerült. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.